Mivel foglalkozol? Leginkább könyvek adásvételével, tehát már gondolkodtam ezen, hiszen elején belevághatunk, hogy én főállásba csinálom ezt. Ez ugye pont azt akarja jelképezni, ugye, mint a Főnix a hamvaiból föltámad ugye a kis emberké. A grafikusok... Meg hátul ég a könyves. Akár az is. Ugye már te vállalkozó vagy, ugye ezt már körbejártuk. Mesélj nekem légy szíves, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak az alkalmazotti státuszhoz képest. Az alkalmazott és a vállalkozó az nagyjából olyan, mint ugye a kutya meg a farkas. Akkor a kutya hát az ugye az olyan, hogy igazániból egyrészt meg van kötve általában, viszont ő minden este kap vacsorát. Olyat, amilyet, de kap. A farkas az van, hogy két hétig nem eszik, de ő szabad. Sziasztok, Porok Ádám vagyok, azaz alias Mr. Skifi és Fantasy, és ez pedig itt a vendégválasz. Na hát akkor sok szeretettel köszöntök mindenkit, a nem is tudom már hányadik vendégválaszom, mert annak mondjuk nem néztem utána, kicsit furcsa lehet itt a helyiségek, igen, a háttér a helyszín, köszönöm szépen, mivel hogy most nem a számítógép előtt, hanem Budapesten, és innen szeretném megköszönni Kovács S. Józsefnek, színművész barátomnak, hogy felajánlotta a helyet, és itt vesszük fel az újabb vendégválasz adást. Legújabb vendégem, Mr. Skifi és Fantasy 2.0. Igen, ezt ne hagyjuk ki, hogy 2.0. És Ádám, és most bevallom, hogy voltam oly bunkó, hogy még csak a vezetéknevednek sem néztem utána. Direkt azért, mert azt akartam, hogy te mutass be így magadat a nagy közönségnek. Kedves nézők, nagyon szuperül kivágta magát a fiatalember. Én úgy szoktam mondani, mert ugye kicsit nehéz Porok Ádám, és akkor azt szoktam, hogy Por csak többes számba is Ádám. Mivel foglalkozol? Leginkább könyvek adásvételével, tehát már gondolkodtam ezen, hiszen elején belevághatunk, hogy én főállásba csinálom ezt, tehát én csak ezzel foglalkozom, ugye könyvek, leginkább sci-fi fantasy könyvek, illetve Stephen King, de mondtam, hogy a Mr. Skifi és Fantasy és horror és akármi az már túl hosszú lenne, úgyhogy leginkább ezek, illetve manga és képregényekkel foglalkozom még ezek, amik még így kiegészítik az én munkásságom ezeknek az adásvételével. Tehát röviden ennyi, hosszabban lehetne mondani azt, hogy könyvész, mint ugye a fodrász, csak ez, vagy kertész, de nagyjából ez. Vagy bocsánat, most a legújabb kitalációm volt a könyvtérítő. Hittérítő, és ugye ez a beállás is a logóban, ami ugye a logón van, az szoktam ugye egy-egy képhez beállítani, és akkor mint egy ugye a kultúrát, ugye a könyveket, nyilván egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen pici kis résem, mint sci-fi fantasy bemegy, és a vége az, hogy mindenféle könyvet próbálok minél több ember felé, hogy olvassanak. Tehát attól függetlenül, hogy én nem árulom ezeket a könyveket, tehát ugye úgy hívom, hogy nem sci-fi, nem fantasy, az ugye a hagyományos könyv nekem, de próbálom az embereket arra terelni, hogy ez egy nagyon hasznos dolog. Tehát ugye nem csak hogy a kognitív folyamatokat ugye erősíti, illetve az agynak különböző területét mondjuk úgy, hogy aktiválja maga ugye az olvasás készsége, hanem mellette ezek így összességében messze nagyon hasznos dolgok társadalmilag is, kulturálisan is, és egyéb szempontokból is. És akkor így ez most így az első komolyan válasz. Mennyire számít a formátum? Mert ugye te ragaszkodsz a könyvekhez, mint adathordozóhoz. Igen. Nem járt le már le az idejük esetleg? Én erre azt szoktam mondani, mikor volt egy jó pár év ezelőtt egy őrület, hogy amikor bejöttek ezek a Kindle, vagy nem tudom, jól ejtem, hogy ezek a különböző e-book olvasók, és óriási nagy státuszszimbólum lett, én e-bookot olvasok, és ez tök jó, és akkor ugye jöttek arról a különböző információk, hát azért az a kék fény, ugye akkor még nem volt ez a kék fény szűrő, meg egyéb megoldások, és az nem annyira jó elalvásult, meg egyéb ilyen dolgok, és akkor sokan megkérdezték, hogy nem komolyan ebbe akarsz, tehát hogy erre fel, akkor már szerintem arra fele haladtam, hogy ez legyen nekem a főállásom, és akkor jöttek ilyen kérdések, hogy de ez neked így jó, meg hogy megérheti-e, meg hogy ebben van jövő, látsz jövőt, hogy olvasnak a fiatalok, és azt tapasztalom, hogy igen, illetve nekem az volt erre a véleményem, amikor itt szóba került, hogy mondtam, hogy lehet, hogy az összes könyvnek, tehát a teljes magyar könyvpiac az szűkül, tehát egyre kisebb az a torta, de hogyha én abból a tortában egyre nagyobb szeletet tudok kihasonlítani, akkor én még folyamatosan növekedhetek is, illetve ugye nekem annyira speciális az a közeg, ami felé nekem ugye szűkítheti a lehetőségeimet, vagy hogy is mondjam, tehát hogy nehezítheti, hogy ugye csak sci-fi fantasy, nyilván Stephen King, meg egy-két ilyen dolog. De én azt gondolom, hogy ahogy akkor mondtam nekik is, hogy
engem nem zavar az se, hogyha egy idő után Magyarország utolsó könyv értékesítője leszek, és én fogom vele vinni a teljes magyar piacot, akkor elmondhatom, hogy én vagyok a number one. És mondtam, hogy én mai értéken néhány milliárd forint éves forgalommal szerintem teljesen meg fogok elégedni, tehát nem lesz ezzel nekem problémám, hogyha csak én fogok könyvet árulni egész Magyarországon. De ahhoz nyilván sokáig kell még élnem, hogy ez bekövetkezzen. És visszatérve még egy a kérdésednek egy másik részéhez, ugye, hogy mint adathordozó, ugye, hogy elavult-e. Én azt gondolom, hogy az emberiségnek több ezer éve a tudásának a részét tárolja, tartalmazza, adja tovább egy másik generációnak. Nyilván ez az agyaktáblától elkezdve, ugye, amikor az írás megjelent, és tudták így tárolni és használni. Én azt gondolom, hogy ez velünk fog maradni. Nyilván, amikor majd a Föld elpusztul néhány milliárd év múlva, akkor ez is el fog veszni. Meg addig nyilván egy könyv lehet, hogy pár ezer évet kibír, de sokkal többet nem, főleg a 90-es éveknek a ragasztott fentezie, ott azért vannak problémák, elég sokat kell javítani, de összességében azt gondolom, hogy ez hosszú távon velünk marad, és egy hasznos, egy értéket ad. Tényleg én bele szoktam szagolni a könyvekbe, az újakba és a régiekbe, és más a kipárolgása. Tehát ilyen szintig el lehet menni, tehát ugye vannak az antik könyvek, ott van, amelyiknek kicsit ilyen diós, meg egyéb beütéses a párolgás, olyan fajta ragasztót használtok, de zárja be ezzel. Tehát azért mondom, hogy ilyen szintig el lehet menni, sőt, én már láttam vastag könyvekről olyat, hogy bemelegítik a könyvet kinyitás előtt. Tehát, hogy össze megfogják, ugye, mint van a Szukicsnak volt, ez nagyon vastag borítós könyv, hogy össze kinyitják ugye a bal borítót, kinyitják a jobb borítót, és akkor szépen egy pár lapot, meg ilyenek, és erről külön vannak fönt YouTube videók, hogy pont azért, hogy ugye az első megnyitásnál, ha így kinyitod, akkor olyan szinten belül nem, mert kívülről nem veszed észre, de megsérülhet a könyvnek a ragasztása gerince, ami ugye x év alatt, meg a használat alatt egyszerűen szétcseszi a könyvet. Viszont ha így megfelelően úgymond bemelegíted, mondom, én is így pislogtam egy kicsit, és utána több videót is néztem, és végül is van benne ráció, hogy tényleg egy ilyen könyvet azt ne így akarjunk egyből kinyitni, hanem óvatosan, és hát ez egy hosszú távon érték lehet, ha vigyázzunk rá. A kötelező reklám fél perc következik, légy szíves, lájkold be ezt a videót, vagy kommentálj akár pozitívat, vagy negatívat, de ezt kérlek konstruktív formába tegyed, hogy tudjam, hogy mind kéne változtatni, mind nem. Valamint, hogyha megosztod ezt a videót, azt megint csak nagyon megköszönöm. Igazándiból ennyit akartam. Köszi! Elindítasz egy rossz filmet, és megnézed, akkor maximum 2 órát vesztettél az életedből. Extrém esetben 2 és felett, de hát akkor már miért nem kapcsolatot ki 2-nél. Viszont, hogyha elkezdesz egy, vagy viszont, hogyha nem tudod, hogy melyek a jó regények, vagy nem tudom, szóval sokkal több időt kell beleölni az olvasásba, úgyhogy zsákba macska. Értelek. Én úgy próbálok segíteni, főleg a kezdő olvasóknak, mert vannak, ugye én szoktam többek között például mondókorra, meg egyéb ilyen helyekre járni, ott ugye elég fiatal a közönség, viszonylag fiatal, és amikor vannak annak, hogy van, aki már ugye évek óta jár hozzám vissza, és akkor, amikor elkezdtük, először vett tőlem talán egy mangát, mondjuk 14-5 évesen, azóta eltelt 1-2 év, és akkor van, hogy így, hogy is fogalmazott az egyik kisrác, hogy kikacsintan a fantasy világába, és ugye mondta, hogy még soha nem olvasott. Tehát ugye kikérdezte szokásos, hogy olvastál fantasy-t, mi volt az utolsó, mondta, hogy hát manga volt, de hogy szeretne egy ilyen izét, jó, hát akkor nyilván egy lapozgatós könyv valamit esetleg be lehet ajánlani, hogy egy kicsit interaktívabb legyen. De ugyanakkor én szoktam azt a módszert alkalmazni, hogy vannak ezek a Cherubion kiadónak volt rengeteg ilyen, hogy ez a Cherubion Fantasy Exclusive sorozatban, ezek ilyen keményborítós, általában antológiás kötetek voltak, és ilyenkor azt szoktam javasolni, hogy figyelj, mivel én nem olvastam fantasyt, vagy nagyon minimálisan, egy ilyet szerintem lenne érdemes elsőnek megvenni tőlem. Ezekben ugye több írótól vannak rövidebb, nagyon rövid, akár pár oldalas történetek, sok esetben akár 5-6-8-10 írótól is vannak ilyen sztorik, és azt szoktam mondani, hogy ezt olvassát, és a következő alkalomra jön és mondja meg, hogy figyelj Ádám, nekem ez meg ez az író tetszett, ezek tök jók, mert akkor tudok neki ajánlani, tehát akkor azt tudom mondani, hogy nyilván, ha mond egy olyan írónevet, mert most így beszélgethetünk el, és hogy figyelj, sárkányos sztorit szeretnék, és akkor jó, de most akkor abból, mit tudom én, egy Dragonlance-es valamit, egy high fantasy-t, egy teljes, ez a varázslós mindenfélét, vagy tényleg milyen típusút szeretnél, vagy egy, mert sárkány is ugye lehet egy Shadow regényben is lehetnek, ugye, és a teljesen más világ, viszont így meg az író miatt sokkal többet tud nekem segíteni a, végülis
saját magán is segít, mert ugye több, jobban tudok célzottabban neki adni könyveket a kezébe, amit érdemes lehet elolvasnia. Ugye mondtad, hogy főállásban csinálod ezt. Mióta, honnan jött maga ez a könyvek szeretete, vagy a könyvek kereskedelme iránti szeretet? Én hobbit kerestem magamnak, nézegettem az ügyfeleknél, milyen hobbik vannak, és egyik talán horgászattal foglalkozott, de ugyanak nagyon magas a bekerülési költsége. Engem sosem érdekeltek ezek a kifogjuk a halat és egyebek, tehát ez valahogy nem. Akkor volt, aki maketteket gyűjtött, és azokat ragaszt össze, az egy kicsit ilyen pepecs munka, de igazániból az még úgy jól is nézett ki egy-egy ilyen, mit tudom én, tank, meg egyéb ilyen tájképek, de annak is ugye, hát ő legalább akkori áron azért most már nem annyira vészes, de akkor ilyen 30 ezer forintokat költött, azt hiszem havi szinten durván ezekre a dolgokra. És rájöttem, hogy igazániból én eladni szeretek. Aztán most az, hogy ez egy lakástakarék, vagy egy csomagkönyv, vagy bármi az igazániból ilyen szempontból, majdnem, hogy mindegy, egy kicsit túlozva, tehát azért egy picit ezt így túlozva, de eladni szeretek, a könyveket, azokat is kedvelem, és akkor ugye jött az, hogy én amúgy a sci-fi fantasy-t, lapozgatós egyéb könyveket, ezeket szeretem, és akkor ezekből összeállt egy ilyen kép, hogy mi lenne, ha én hobbiból könyveket, főleg sci-fi és fantasy könyveket értékesítenék, és így poénból azt hiszem talán 1500 forint, 5 forintost váltottam be, abból vettem először talán, ha jól emlékszek, talán Vaterán vagy holnan szerezhettem a könyveket, és ide után azt éreztem, hogy sokkal inkább magaménak érzem. Tehát nem csak azért, hogy a Mr. Skiffy, és ugye én vagyok Mr., és a Mr. is én vagyok, és egyszerűen azt éreztem, hogy ez nekem jobban tetszik, és egy idő után azt vettem észre, hogy ténylegesen nagyon-nagyon sok időt erre fordítok, és nyilván a ráfordított idő arányában elkezdett a bevétel is növekedni, és akkor azt mondtam, hogy akkor ez így lesz a jó, tehát hogyha én ezzel foglalkozom így hosszabb távon, és így lett ebből ez a Mr. Skiffy és Fantasy. Hogy mióta, mert volt egy ilyen kérdésed is, én próbáltam visszaásni a gondolataimba, illetve a Facebook oldalamon keresztül, hát ugye nyilván a régi Facebook oldal az ugye elesett, az 1.0, vagy hát a sima Mr. Skiffy még tavaly, de olyan 2014, legalább 2014, vagy lehet előtt egy picivel kezdtem el ezzel foglalkozni, így mondom, ez a hobbi szinten, és a végén ugye ez lett belőle egy pár év leforgása alatt. Hát nem kell izét tagadni, vírus tagadni, vagy zsidózni a Facebookon, és akkor nem törlik a felhasználó. Nem tudom, hogy mi történt meg. Orosz hackerek voltak. Az előbb mondtad, hogy az elején azt csináltad, hogy Vateráról vettél, és kerestél további vásárlókat. Szóval annyi volt a stratégiát, hogy megvetted Vaterán olcsón, és valamennyi haszonnal tovább. Ez volt az egyik ilyen alap lépés igazániból. Plusz nekem annyi volt az előnyöm ilyen szempontból, hogy azért is jött ez a könyves ötlet, mert akkoriban, mint több helyen is árultak, volt egy brigáda, akik Újpesten árultak könyveket, ilyen nagy sátorban, rengeteg könyvet olcsón, és én több dologban tudtam is nekik segíteni, tárgyalni kellett, úgymond, hogy lehessen nekik árusítani több helyen. Ehhez nekem az arcom szövegem megvolt, meg nyilván a kiállás ugye azért az fontos, és tőlük meg ugye viszonylag olcsón, tudtam jó minőségű fantasy-ket, sci-fi-ket is kiszedni. Ők nem feltétlenül tudták, hogy ennek mi az értéke. Én is ugye az évek alatt tanultam meg, hogy ez a könyv ez 1000 forint, ez a könyv 20.000 forint, tehát hogy nem mindegy. És az ugye egy löketet adott nekem, hogy onnan is tudtam szerezni a Vaterát. Ugye a Vaterán sokáig én árusítottam is, fizettem ugye ezeket a jutalékokat, meg egyebeket, sőt, volt egy időszak, azon sokat szokott a mosolyogni utólag, amikor szinte folyamatosan Gmailen keresztül adtam el. Tehát, hogy e-mailben beszéltük meg, hogy milyen könyvek vannak, és akkor volt, aki mondjuk Vaterán vásárolt tőlem, és utána pedig e-mailen keresztül továbbiakban tartottuk. Ugye akkor még talán nem volt annyira elterjedt a Facebook, vagy nem annyira éreztem rá a dologra, de viszont az egy nagyon nagy lökést adott, amikor aktívan elkezdtem használni, ugye, de ez nyilván ezt a hallgatók is tudják, hogy ilyen történik, hogyha az ember ugye vesz valakitől könyvet, például tőlem vásárolnak, akkor szoktak ilyen kérdéseket, hogy figyelj, kiderült, hogy abból duplán van, vagy van egy olyan sor, amit elolvastam, és nem akarom megtartani, mert egyszer elolvasom, és tök jó volt, de nem tenném fel a polcra, annyira azért nem volt jó, hogy megvennéd el, és akkor ezt így szoktam mondani viccesen, hogy természetesen, hiszen én próbáltam tenyészteni a könyveket, de ez nem jött még össze nekem.
Tehát, hogy így. És akkor ez itt szép lassan kialakult, és utána jöttek ugye a kiadók, mikor már látták azt, hogy ugye láttam a Facebookon valamelyik csoportba hirdett, én nem tudom, hogy a Mister, például ez a Fumaxos csapat így volt, és mondtam, hogy de figyelj, azt nem szeretnéd eladni a mi könyveinket is? És akkor így elindult, de hogy akkor már a Tuan kiadóval már együttműködtem, és akkor így nyilván volt egyfajta ilyen bizalom is, hogy hú, te hallom a Tibiék együttműködők, és akkor így mi lenne, hogyha a mi könyveinket is lenne. És ez tök jó volt, mert ezek mindig egy ilyen plusz lökést jelent az embernek, főleg, hogyha ugye amikor már komolyabban csak erre támaszkodik erre a vállalkozásra. Az ilyen kitelepülésekkel jön be több bevétel, vagy rendelésekkel? Konkrét választadva a kérdésedre, változó, mert tényleg nagyon függ attól, hogy mekkora nagy megrendelések vannak. Van, amikor beesnek olyan gyűjtők, akik így most és rögtön és azonnal is ezt meg ezt. De hát nyilván ugye az árbevételt, én mindig árbevételt szoktam nézni, ugye az nem egyenlő a profittal. Tehát ugye sokan össze szokták keverni, hogyha valaki ugye ismerős és barát, és szóba kerülnek a pénzügyek, mert nyilván ez egy baráti körbe egy sörözés alkalma, elkerülhetetlen, hogy ilyenre rákérdezzenek az emberek, és akkor hüledeznek, hogy hú, ennyi, meg annyi, meg de jó, meg minden. Oké, de mondom, ez mindig csak árbevétel. Tehát most nem mindegy, hogy egy könyvnek a harmad része az enyém, vagy pedig én megveszem jó áron, nagyon olcsón, vagy mondjuk úgy, hogy nem is kell olcsón, elég, hogy jó áron, és ugye ahhoz képest egy szorzóval el tudom adni. De a legnagyobb áttörést amúgy a rendezvények hozták nekem. Így az évek folyamán hogyan változott a könyvek eladásának, vagy hogy milyen mennyiségű könyvet adsz el, mennyire tudsz eladni, mert nem kellene konkrét számok, hanem hogy lefelé értékelődnek, felfelé. Én vagy... azt gondolom, hogy tehát a legtöbb könyvnek voltak ilyenek, ahol, tehát azért mondok ilyet is, hogy mindig azt gondolják, hogy hú, Ádám, te annyira penge, hogy a könyvebe sose hibázod, dehogy nem. Lehet ilyeneket elkövetni. Az egyik nekem, ami tényleges egy visszaesés volt mostanában, hogy egy ilyen konkrét dologról is beszélünk, ugye amikor bejött a Covid, ugye én akkor még rendszeresen jártam képregény bőrzére, az, hogy most, ami nem járok, az egy külön történet, de a lényeg az, hogy akkor pont egy ilyen, pont bevásároltam rendesen, mert tudtam, hogy rendezvény ilyen, olyan téma, amit ott tudok eladni, képregények, esetleg olyan képregényhez kötődő témájú könyvek, amik ugye talán jobban gazdára találnak, és akkor úgy olyan kellemesebben bevásároltam, jött a Covid, ugye elhasalt a rendezvény, és ott állt a pénzem ugye a készletben, ami nagyon jó, ott van, csak ugye az nem fial, meg abból nem lehet ugye különböző élelmiszereket, egyebeket vásárolni ugye a napi életben maradáshoz. Tehát azért fura, hogy jó napot hoztam, egy kötek könyvet szeretnék, akkor egy kiló kenyeret, meg egy rút szalámit, de nyilván akkor ne, inkább egy parizer legyen mondjuk. De zárója bezár. De a lényeg az egészben az, hogy ott például az év az egy visszaesés volt. Tehát ott azért azt hiszem az év elején volt, amikor ilyen nagyon brutál, ilyen 30, talán 40%-os visszaeséssel számoltam, tehát ez a 2020-as év elején ezt láttam. Hát, hogy is mondjam, képletes legyek, majdnem eret vágtam magamon. De aztán az év végére nagyon, nagyon komoly munkával, meg ugye, hogy kicsit így hozzászokott az ember, hogy lehet maszkban is rendezvényt tartani, ilyen szabályokkal, meg ilyen megkötésekkel, akkor, ha jól emlékszem, akkor valami talán ilyen 7%-os mínuszra ledolgoztam az év elején 40-et, tehát az vérverítékes dolog volt. De azt kell mondanom, amúgy, hogy az elejéhez képest, ahogy elkezdtem, ugye, ahogy mondtam, ugye a hobbiból, tehát ugye nyilván ráfújtott energia is, annyiban arányos ugye a bevétel is. Igazániból szerintem, mióta elkezdtem könyvekkel foglalkozni, azt mondom neked, hogy ha beleveszek minden könyvet, ezeket a könyvmentésben beszerzett hagyományos könyveket, ugye, ami nem sci-fi fantasy, akkor szerintem most már bőven több mint 50 ezer darab könyvet adtam el, illetve ment át a kezemen, de ennek lehet, hogy 70 ezer, tehát tényleg, hogy óriási nagy különbségek lehetnek. És a volumen az folyamatosan növekszik, az elmúlt talán, mondom, ez a Covid volt egy visszaesés, és azóta viszont brutálisan megy fölfelé az értékesítést, mert úgy értem, hogy darabszámra is, és ugye ennek a bevétel oldala is jelentősen nő. Hát a profit oldal az egy nagyon komoly számítás lenne, mert nagyon sok olyan, ugye nem lövöm le szerintem a poént, ezt biztos a nézők is tudják, meg te is szerintem ezt így józan paraszt észre átlátod, hogy ugye nem az a legnagyobb biznisz, amikor egy kiadónak a könyvét eladom, mondjuk, mit tudom, mondok egy számot 25%-on, általában úgy szoktam ezeket 25%-os kedvezménnyel, azon jóval kisebb, a teljes árnak jóval kisebb része az enyém, mint ugye amikor egy antikvár könyvet meg tudok venni akár jól vagy nagyon jó áron, és ugye annak akár a többszörös áron el lehet adni. De ugye ahhoz érezni kell, hogy mi az, ami jó, meg sokszor meg kell venni
a reszlit is. Tehát amikor olyan sci-fi könyveket veszek, ami tudom, hogy van 16 meg 26 darabon belőle, de csak akkor vehetem meg az egész pakot, hogyha azt is megveszem. Nem tudom, románát lehet esetleg nálad. De egy jó poénak ezt elmondom, hogy volt egy piacon egy időszak, amikor Daniel Steele-eket árultam. Igen. Sőt, Melissa Morettit is, ami jól emlékszek, az valójában nem Nemere Istvánnak a romantikus vonala. Talán amikor legutóbb olvastam egy cikket, akkor tartott 700 könyvnél István, és hogy hívják, és ott volt az, hogy ő a Melissa Moretti álnéven írja talán a romantikus sorozatokat, és akkor valami 70, nem tudom hányat írt abból is, tehát ő nagyon sok, ő grafomán amúgy, tehát nagyon sokat szeret írni, és amikor kijött a cikk, arra is emlékszek, hogy már 702 könyvnél tartott, mire kijött a cikk, és minden meccs. Ugyebár te vállalkozó vagy, igen, körbejártuk. Mesélj nekem, légy szíves, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak az alkalmazotti státuszhoz képest. Egyik kedvenc témám, mert ez sokszor fölmerült, hogy is fogalmazzak. Tehát nekem, én mindig azt szoktam, hogy handicappel indultam ezen a pályán, ugyanis nekem a szüleim, igen, ők mindig is alkalmazottak voltak. Egyedül nagyapám volt, aki vállalkozással próbálkozott, talán még a 90-es években, vagy valahogy így, valami építéssel kapcsolatos ilyen próbálkozott, és hát mi voltunk az ő kezesei, tehát mint a szüleim, és be is buktuk, és fizettünk egy csomót. Tehát nekik egy ilyen nagyon rossz berögződés volt a vállalkozás szóval kapcsolatosan. És ugye innentől kezdve, ugye a szülő az hogyan működik, ugye óvja, védi a gyermekét, és nem a rossz szándék vezéli őket, hogy ne foglalkozzunk ilyenekkel, hanem nem legyen meg a biztos szakmád, a biztos. Úgyhogy nekem folyamatosan egy ilyen, azt szokták mondani, hogy milyen jó, hogyha van egy támogató közeg, nekem pont ellenkezőleg, de valószínűleg pont ez és a konokságom játszott ebbe szerepet, hogy kitartottam emellett, és nagyon sokszor elmondtam, hogy higgyétek el, jó lesz, nem? De hát ez nem, hát ez nem, és mindig ezt hallgattam. És lám, mi lett a vége, mostanában nincsenek ilyen szavak, tehát meg ilyen szövegek. Ezt pont ma beszélgettünk erről édesanyámmal. Rájöttem, hogy ez nem egy ördögtől való történet. Megláttam az előnyét, az előnyei, mert ugye erős kérdés volt. Ugye én azt tapasztaltam, hogy nyilván ugye alkalmazottként van egy fajta ellentét a munkavállaló és a munkáltató között. Ugye a munkavállaló az pont annyit akar dolgozni az adott pénzért, hogy ki ne rúgják. És nyilván sarkítás, van, aki szereti a munkahelyét, és azt mondja, hogy beleteszi a pluszt. Ez egy átlagos munkahelyről beszélek, ahol ugye nincsen mozgóbér, meg egyebek. Tehát csak a sima alapbér. Ugye a munkáltató, az pedig annak az a célja, hogy minél többet sajtoljon ki az alkalmazottból, a lehető legkevesebbért, pont annyiért, hogy még ne menjen el. Tehát van egy ilyen ellenérdek. Illetve amit én nagyon hamar fölismertem, az, hogy ezek az alkalmazotti melókban, munkákban általában van egy jövedelemplafon, amit hogyha beleteszel a túlórákat, ha még prémium, akkor se tudsz többet keresni. A vállalkozói létben igazániból ez tőled függ. És hogy mondjak olyat is, ami konkrétan még inkább benne volt a kérdés, előny meg hátrány. Ezt én úgy szoktam mondani, és kérem a nézők közül, akik alkalmazottak, ezen én annó nem sértődtem meg, amikor nekem előadták, ugye, hogy vállalkozónak kell lenni ugye abban a pénzügyi cégnél, és csak úgy lehet ebben indulni. Mert nekem is elmondták ezt a sztorit, ugye, hogy az alkalmazott és a vállalkozó az nagyjából olyan, mint ugye a kutya meg a farkas. És ugye a kutya az alkalmazott, a farkas pedig ugye a vállalkozó, és akkor a kutya hát az ugye az olyan, hogy igazániból egyrészt meg van kötve általában, meg néha úgy picit van, hogy meg is dádázzák a kutyát, sajnos a rosszabb helyeken, viszont ő minden este kap vacsorát. Olyat, amilyet, de kap. És lehet, hogy esetleg házban tartott. A farkas az van, hogy két hétig nem eszik, de ő szabad. És ezt kell mindenkinek eldöntenie, hogy ő beveli ezt vállalni, mert ugye rengeteg lemondással, rengeteg kihívással jár a vállalkozói lét, és az egyik legrosszabb, amit tehát én láttam, aki ugye akár az én vonalmon felbuzdulva, akár más ugye elkezdte csinálni, akár ezt a pénzügyest, vagy akár egy ilyen könyves, vagy bármi egyéb vállalkozást, hogy nem bírta a nyomást, ami abból adódott, hogy ugye egy alkalmazotti létnél, ha nem úgy megy a cégnek, vagy nem úgy megy, akkor ugye tudsz rámutatni, hogy a főnök hülye, mert aki a megrendelést fölvett, az is hülye. Meg mindenki lehet hülye, te meg ugye az ártatlan vagy, aki ezt ugye meg kell oldania.
felelősség az szerintem sokkal nagyobb, mint egy átlagos, nem egy minisztérium vagy olyan helyen, ahol tényleg nagyon komoly döntéseket hoznak, vagy akár egy IT-cégnél, ahol milliós tételek forognak kockán. De a lényeg az, hogy nagyobb felelősséggel jár, ehhez viszont ugye nincsen jövedelemplafon, és nagyjából én már ismerem a trendeket, meg látom a kis Excelemet, amit mondtam neked, úgyhogy a bizonytalanság, amit szoktak mondani a vállalkozói létre, van benne, de ugyanakkor, ahogy szokták mondani, hepe után mindig hupa jön, tehát hogyha van már egy bizonyos történelmi tapasztalatod a saját vállalkozásoddal kapcsolatosan, akkor nagyjából tudod, mire kell odafigyelni, hogyha úgy érzed, hogy valami nem úgy megy, akkor bele tudsz avatkozni, és a legnagyobb haszon amellett, hogy nincsen jövedelemplafon, az az, hogy tényleg egy ilyen típusú vállalkozásnál legalábbis magadért csinálod. Mennyiben fontos, a különböző social media platformok a mai világban így a kereskedelemhez? Neked milyen oldalaid vannak? Ugye van Facebook, Instagram? Instagram, egyelőre ennyi. Ennyi. Twittert egyszer csináltam, nagyon szorgalmazt a grafikus és IT-s barátom, hogy csináljunk egy olyat, de aztán arra nem volt már kapacitás, tehát hogy az nem. Most gondolkodok azon, hogy esetleg a TikTokra, mondták, hogy ilyen rövid könyves videók, amúgy pont olvas, pont érdekes, ugye, hogy beszélgettünk valakivel egy ilyen témáról, és feldobott a YouTube egy olyan videót, hogy pont a TikTok jelenségről, hogy most már van olyan, hogy könyvtok, vagy valami hasonló, vagy valami ilyesmi, vagy booktok, valami ilyesmi, és hogy bizonyos könyvek, vannak annak, hogy fiatal a szerző, a TikTokra csinált ilyen bemutató videókat belőle, és a TikTokon annyira fölkapták a könyvét, és osztották meg ezerrel, hogy amiatt lett bestseller, vagy sikerkönyv, hogy a TikTokról indult el. És én is csak néztem, van erről már egy-két cikk, ami megjelent, magyar nyelvű cikkek is, és erről beszélnek, hogy basszus, ez mekkora, milyen, egy új jelenség, csak ugye ez eddig egy önszerveződő volt, most meg már próbálkoznak azzal a kiadók, van, aki le is szerződött velük, hogy ők onnan kezdik el nyomni, és megint megy ugye ez a média reklámkampány. Én azt gondolom úgy, hogy nagyon fontos, tehát gondolkodtam rajta, hogyha nem lenne social media, vagy nem lenne ennyire használható, és nem elterjedt, inkább így fogalmazok, akkor valószínűleg a vállalkozás az, hát teljesen más útvonalat járt volna be. Tehát nyilván a piacos meg egyéb árusítás az működik, de én úgy azt szoktam mondani, illetve az most az én gondolat a fejemben, hogy a social media az sem mindenható, viszont hatás többszörözése nagyon jó. Nem egyszer adtam már el úgy könyvet, hogy valaki rám írt, hogy de figyelj, egyik fotón láttam az egyik vásárlót kezébe ezt meg ezt a könyvet. Azt kell nekem is megtanulnom, mert ezt már érzékelem, hogy ugye ahogy megyünk a különböző social media felületekhez, ugye például az Instagram, ott inkább az ilyen 20 évesek vannak többségben, ugye a Facebook az inkább már a 30-as kategória, tehát kezdenek kiöregedni azok az emberek, már bocsánat, mert én is közeledek a 40 felé, de a lényeg az egészben az, hogy ugye minél fiatalabb korosztály más-más platformokat használ. Tehát például ez a TikTok, meg nem is tudom, mi volt a másik, ez a Snapchat, meg egyéb ilyen megoldások vannak, és azt látom, hogy akik időben elkezdték azokat a brandjeiket ott is felépíteni, azoknak akár már több száz követőjük van, és azok nagyon hűségesek tudnak lenni. Tehát van olyan márka, ugye mondok, hogy rengeteg ilyen márkát ismerek, ahol ő meg tudta azt lépni, hogy lépett ezekre a platformokra, és ezzel elérte azt, hogy az átlag vásárló életkorát lejjebb tudta vinni. És akkor a következő kérdéskör az legyen akkor az, hogy a jövőbeli tervek? Hogy igen. Milyen tervek vannak? Hát ugye a logó az folyamatosan változik, most ugye épp ez a lángos van, amúgy ez pont a lángos. Ez ugye pont azt akarja jelképezni, ugye, mint a Főnix a hanvaiból föltámad ugye a kis emberkém. A grafikus. Hogy hátul ég a könyves. Akár az is. Meg azt mondta a piacon az egyik kis ismerősnek a hölgy barátnője, hogy is fogalmazott, hogy ez olyan, mint hogyha Puzsé Róbert és a Zsozi atya lenne keverve. És mondtam, hogy elmész a oda, ahol gondollak. Ez mindenképpen úgy érzem, hogy rá kell feküdni, mert most poénból csináltunk ilyen, mi volt az, van egy ilyen új karácsonyi időszakra, már aztán tavaly már megcsináltuk, egy ilyen piros sapkás kis kép, ugye rajta a bolyt az egy ilyen... Igen, a bolyt az pedig maga a halálcsillag, ugye az van belerajzolva. Úgyhogy... Ezúton is köszönöm Korinak a munkásságát, mert tényleg nagyon ott van. Fölmerült például a webshopnak a megcsinálása, hogy esetleg az, én azt gondolom, hogy tényleg vannak olyan vásárlók, akiket így face-to-face rendezvényen, vagy akár Facebookon, e-mailben nem tudok elérni valamiért, tehát nem látnak engem, vagy nem akarnak úgy vásárolni tőlem. Lehet, hogy félelmetes vagyok ilyen Puzsé Róbertes pólóban.
És nyilván van olyan, aki mondjuk csak webshopon keresztül vár, valamiért, annyira mondjuk személytelenül akar vásárolni, hogy kattint, megvan, senkivel nem kell beszélni, ilyen semmi, csak megrendeli. Ami ugye a jövőben, mint opció, mint lehetőség, az ugye az, hogy a rendezvényeket tényleg jobban kitelepülni, tehát akár ugye nagyobb, még nagyobb készlettel lehetne, ez az egyik opció, jobban ráfeküdni, bővíteni a fantasy dolgokat, illetve a mangát, azt nagyon kéne. Azon is gondolkodtam, hogy akár ilyen rendezvények kis szórólapos, kis, rengeteg cosplayest ismerek, tehát nyilván van, aki nagyon dekoratív is, és akkor lehetne ő, hogy szórna az anyagot. És ezt észre kell vennem így több év távlatából is, hogy még mindig jönnek ezek a kérdések, amire kicsit bohockodtam, hogy tenyésztem a könyveket, de hogy amúgy Ádám, és olyan is, aki már sok éve vásárolt tőlem, hogy amúgy Ádám, te veszel is könyveket? És akkor szoktam mondani, vicces, nem én tenyésztem őket. Hát persze, hogy kell vennem, mert különben elfogyna. Tehát, hogy esetleg azt jobban kihangsúlyozni ténylegesen, hogy egy ilyen kampányt is indítani, hogyha van eladó könyvet, stb. Akkor szóljál, de ugye az meg a másik dolog, hogy akkor lehet hirtelen beömlen egy csomó, és akkor nem egyszer van ilyen, hogy tényleg ilyen regényeket akarnak ilyen, vagy verses köteteket eladni, és mondtam, hogy ez nem az a izé. Meg a kedvencem, mikor UFO-s könyvet akarnak, de hát ez fölön kívüliek vannak benne. Oké, de ez nem sci-fi, hanem egy emberek elmondják, hogy őket elrabolták, meg nem tudom. És az, de hát az akkor száll, nem, az nem, az UFO-s könyv. Akkor nem veszed meg? Nem veszem meg. Tehát, hogy ez egy ilyen történet. Úgyhogy ez a webes felület lehet az egyik opció, amit mondtam neked, ugye ez a különböző social médiákon még tovább terjedni. Már nagyon gondolkodok azon is, hogy egy ilyen ugye, saját kis branding dolgokat, tehát ezeket akár tényleg ilyen, hogy én Mr. Skiffy és Fantasy-től vásárolok, vagy szia uram, egy jó Mr. Skiffy póló érdekel, tehát valami hasonló ilyen baromságokat, mert rengeteg mémet gyártanak rólam, meg velem, tehát ez így tök vicces. Akár mint rólam, mint Porok Ádámról, meg akár mint úgy, mint ugye Mr. Skiffyről. És esetleg ez is, mert volt, aki mondta, hogy ő például venne tőlem hűtőmágnest, hogyha van rajta ilyen logó, venne kitűzőket, hordana ilyen pólókat, meg minden, mondtam, hogy jó van gyerekek, hát ez így oké. Tehát ez az egyik ilyen lehetőség. Illetve volt fölmerült egy ilyen opció, és ez nekem így, nem is tudom, miért nem jutott eddig az eszembe, mert láttam már hasonlót képregényesbe, hogy van, aki képregényekkel kereskedik, és saját kiadványa van, képregény kiadvány. Tehát ismer egy csomó rajzolót, az évek alatt fölépítette azt a kört, és kiad olyan képregényt, amit ő, mint kiadó ad ki, és ez mekkora dolog már. És volt egy ilyen ötlet, egyik pont Gergő barátomnak egy ilyen ötlete, hogy milyen jó lenne mondjuk egy olyan lapozgatós könyvet megcsinálni, ahol a Mr. Skiffy és Fantasy bőrébe belebújhatna valaki. Uh-huh. És akkor mondjuk ilyenek, hogy mit tudom én, hogy elmész az ősvezértéri címre a sráchoz, aki meg kell nézni a könyveket. Igen, nem, lapozza, odalapoz, és akkor mit dobják két hatódalú kockával, a 12-es, akkor benne volt egy nagyon ritka könyv. Tehát, hogy egy ilyen, ilyet lehetne, ez nagyon nagy poén amúgy szerintem. Nyilván a munka oldala az nem tudom, és lehet, hogy amúgy megvan a kapcsolat is ahhoz, hogy a Szlobodné Gabiek ugye könyveket írnak, ezeket a lapozgatós könyveket, a Wingardia Hősé sorozatot, és például lehet, hogy ők bevállalnák egy ilyet. Nem tudom, ez csak egy gondolat a fejembe, még nem beszéltünk erről, mert ennek nyilván akkor a nyomdai költségét elő kell teremteni, meg akkor nyilván olyannak kell lennie, tehát hogyha konkrét történeteket beleviszünk ugye vásárlókról, akkor nyilván nemek megváltoztatása egyebek, tehát ezen át kell gondolni, de például ez egy tök nagy poén lenne, hogy vehetek egy olyan könyvet, amivel te veled lehet játszani? Tehát egy ilyen, ez így tök jó lenne, meg amúgy akár úgy is, hogy mint rendes, tehát mondjuk egy fantasy vagy egy sci-fi novellás kötet, akár ez is fölmerült, mert hogy ugye több írót is ismerek, és milyen jó lenne, ők összeszednének egy tematikával, mit tudom, például mondjuk egy olyan sci-fi könyv, ahol mondjuk, vagy egy olyan történet, mondjuk olyan novellás történetek, akár, hogy mondjuk ami könyvekről szól, de a science fiction világában, vagy bármi ilyesmi téma, ilyenkor mindig az jut eszembe nekem a Asimovnak a Gyilkos a könyvásáron című könyv, azt szeretik a vásárlóan, és mondom, hogy nem, szerintem amelyik vásárolhat meg a könyvásáron, de akkor már nem nevetnek annyira, na mindegy. Az utolsó kérdés veled kapcsolatban, hogyha már Mr. Skiffy és Fantasy, van-e kedvenc regényed, filmed, világod? Sokan egyből a Star Wars mondanák, és amúgy szeretem is a Star Wars-t. Egyik kedvencem amúgy a Star Wars-nak az egész világa. Tehát a Star Wars mellett viszont, ami talán egy picit, és most meg fogtok néhányan kövezni, a Star Treknek a világa egy picit jobban tetszik nekem. Leginkább a ferengik, és akik követik az oldalmat, tudják, hogy etikus ferenginek tartom magam, és tudom, hogy az ellentmondásos, mert egy ferengi nem lehet etikus, én mégis az vagyok.
De tehát ezek leginkább a Csillagkapu világát is imádtam, a No Sliders, tehát ezek nekem főleg egy sorozatokból, filmekből, ugye mondtam, én annyira nem olvastam ezeket a világokat, csak ezek a Wikipédiák meg egyebek. Ha fantasy vonalat nézünk, akkor igazániból a Gyűrűk ura az mindenképpen. A Trónok harca, azt ugye mint sorozat néztem végig, tehát ezt nem olvastam, úgyhogy nekem egy-két rész az eléggé hát lelkileg megviselő volt, amikor a kedvenc karakteremet kinyírták. De ami még, amit tudnék, és azt tényleg azt mikor tényleg olvastam, ugye azok a lapozgatós könyveknek a világa, Steve Jackson és Ian Livingstone-nak a szüleményei. Mindkettő Steve Jackson, mert vicces módon, ugye kettő darab Steve Jackson van, egy angol, meg van egy amerikai, és mind a ketten lapozgatós könyveket írtak. Tehát igen, ez a kvantumvilágnak az egyik összefonódása. És ugye azt a Titánnak nevezték azt a világot, ugye, ami mögötte van az egész bolygót, planétát. És az például nekem a kedvencem volt, meg volt, hogy a rendes könyvem hozzá, olvastam, sőt, még saját lapozgatós könyvet is elkezdtem írni, amiben hatalomkártyákat ragaszgattam bele, tehát minden könyvből átvettem a lényeket, meg a hatalomkártyáknak a karaktereit, és próbáltam átfordítani, ugye arra, hogy ott teljesen más szabályrendszer van, és megpróbáltam azokat átrajzolni annyi ügyességpontra, meg életerőpontra. Úgyhogy szerintem valószínűleg több ezer forintos, vagy annál drágább kártyát ragasztottam be egy füzetbe, úgyhogy megint egy nagyon jó befektetést csináltam. Figyelj, világokból nyilván nekem tetszik például a Edgar Rice Burroughs-nak, amit a könyvéből készül, nem a Tarzanra gondolok, hanem ugye a John Carter lett a címe, de amúgy valójában ez a Mars hercegnője sorozat, ez a Barsoom sorozat, azt hiszem, talán így pontos. Én nagyon sajnálom, hogy megbukott ugye a mozi pénztárakba, viszont szerintem úgy tök jó volt, tehát én rajta múlt volna, akkor saját pénzből megcsináltattam volna a többi részt is, csak az, hogy élvezkedjek rajta. Tehát leginkább ezek azok, amik úgy tetszenek. Nyilván még a könyvből beszoktam hozni még néha, hogy a mágus világát, bár ugye, ahogy mondtam, nem olvasom őket, de ott van például a mágusnak a Geoframia nevezetű könyve, ugye az a történelme meg a földrajzzal foglalkozik. Nekem ott eladták a mágus világát, tehát annyira kidolgozott, hogy azt szétolvasnám igazándiból. Úgyhogy csak azt is pont, igen, ott késett a vásáron fél órát, és a végén úgy volt, hogy nem adom el neki a könyvet. Nem azért, mert hogy késett, nem büntetésből, annyira megtetszett. És aztán mondta, hogy nem, hát vidékre azért jött fel, és elnézést, hogy késem, de akkor ráfizetnék, csak hagyd vigyem. Jó, mondom, vigyed, akkor jó van. Hát a pénz, ugye hát a ferengi, az mégiscsak ferengi. Úgyhogy most így hirtelen ezek jutnak így az eszembe, amik úgy leginkább formáltak, vagy amik leginkább érdekelnek. Mondom, nyilván a Star Trek és a ferengi vagyongyűjtés szabályi az a szívem csücske, tehát azt nagyon kitalálták. Egy-kettőt még tudok is fejből. Éltél-e vidéken? Nem éltem még vidéken. Akkor viszonylag egyszerű lesz, aztán a város versus vidék kérdésemre válaszolni, hogy mik az előnyei, hátrányai szerinted. Én azt gondolom, hogy mind a kettőnek megvan. Tehát hogy mondjam, inkább azt mondom, hogy a kettő inkább kiegészíti egymást. Tehát, hogy szerintem egyik se jobb vagy rosszabb, mint a másik. Kinek mi a célja? Tehát, hogyha nyugalmat keres az ember inkább, akkor vannak olyan eldugott részek, ahol nyilván Budapestes vannak olyan gyengébb nyíremben lakott kerületek, de ott meg ugye a forgalom, vagy az éjszakai gyorsulási versenyek, amiket én utálok, mert Újpesten is vannak ilyen lelkesek, akik még nem csavarodtak fel a póznára. Tehát, hogy kérdésre konkrétan válaszolok, én nem tudnám, tehát nekem inkább ugye Budapest, nyilván valakinek inkább vidék, de azt gondolom, mind a kettőnek megvan az előnye, és megvan a hátránya, és ezek, amiket én nagyjából elsoroltam. Mondj három filmet, ami a te személyes kedvenced, valamint hármat, amit ajánlasz a közösségnek. Ezek lehetnek átfedésben, de lehetnek külön-külön is, mivel hogy tervezek egy filmklubot, majd az ifjúsági klubbal karöltve, még nagyon nézegetem, hogy hogyan lehet ezeket, de ahhoz gyűjtök muníciót, és amiatt vannak ezek a kérdések föltéve. Szuper! Hát figyelj, őszinte szerintem nekem ezek nagyjából átfedik egymást. Mondjuk kezdjük az egyiket, amiket ajánlok is, és tényleg én is többször láttam. Nem fogom lelőni a point, ez a Forrest Gump, tehát az szerintem az egy alapmű, tehát abba bohókás is, meg vicces is, meg szomorú is, meg minden. Szintén a színésztől van egy a Terminál című film. Ugye úgy tudom, ez egy igaz történet alapján történt, nem is régen. Igen, aki ott élt ugye a repülőtéren. Tehát az például egy másik ilyen, amit így ajánlanék. Békés harcos útja például. Megszakítanak, azt hiszem ez is a Forrest Gumpból van ez az idézet. Jó, igen, ezt láttam. Ú, de... Azért kezdtem el mosolyogni, nem? Vagy,
rajtad vagy ilyesmi. Értem, ezt igen is láttam, ezt a mémes köpölyek kitettem. Vágd be, ez minden jön, igen. Tojás Jennifer és a pompom. A mamám azt szokta mondani, az élet olyan, mint egy doboz bonbon. Az ember nem tudhatja, mit vesz belőle. Ez fájt. Na mindegy, szóval a Demi, és ott is, ott, igen, az mindenképpen, semmi, ott van egy tehát maga ugye az, aki írta a könyvet, hogy az ő történet meséli el, amerikai tornász volt, és azt hiszem meg is nyerte valamilyen olimpián aranyérmet szerzett, és azt mondta, hogy őt egy ilyen Szokratész nevezetű hapsi készítette fel, és egy ilyen filozófikus a film, tehát vannak benne ilyen részek is, de ott is amúgy tök jó ilyen gondolatok vannak. Tehát, hogy ez a legyél itt a mostban, tehát amikor mondja, hogy legyőzte nem tudom milyen ellenfelét, és akkor ugye ott is mondják, hogy látod, megint hencegsz, már a múltban élsz, hogy legyőzted, hogy és most kell itt lenni, most kell fókuszálni. Tehát egy ilyen érdekes gondolatok vannak benne. Filmként és könyvként is jó szívvel tudom ajánlani. Tehát annak a pénzügy cégnél nyilván rengeteg ilyen filmet, meg könyvet ajánlottak, vagy néztük, és ezeket például pont én ajánlottam be, és azóta lett ott egy nagy sláger például. Tehát ezt tényleg egy jó szívvel tudom ajánlani. Ezen kívül még talán ami másik ilyen kedv, azt is többször láttam, és tényleg azt is ajánlom. Tehát az a baj, látod, nekem a kettő összefügg, nagyon, tehát effektív átfedi, vagy örülök neki ezt, és így látod akkor, hogy ezzel nincsen gond. De van ez a, azt hiszem angol az a cím, hogy Pay It Forward, magyarul pedig az Add Tovább, az lett a címe. Egy fiatal srácról szól, akinek van a, nem is tudom, talán valamilyen tanár egy olyan feladatot ad, azért plusz 5-esért, vagy plusz 1-ért lehet szerezni egy olyan feladatot, hogy valamilyen módszert kell kitalálni, amivel megváltoztathatják a világot, tehát hogy jobbá tudják tenni. És akkor ugye mindenki mond ilyen butaságot, hogy egyszerre ugorjon mindenki, és akkor a Föld majd úgy fog, mert tudod, ilyen teljesen gyerekek, nem tudom hányosodikosok, és akkor ő kitalálja a srác azt, hogy ő segít három embernek olyan dologban, amiben ők valamiért nem tudnának magukon segíteni, de fontos lenne nekik. És ő azt kéri tőlük, hogyha viszonyzást akarnak valamit adni, akkor ő nem fogad el semmit, annyit kér, hogy segítsenek másik három embernek. És ugye ez az Add Tovább mozgalom, és a film szerint ez el is terjed, mert ugye olyan gyorsan követik egymást ezek a lépcsők, hogyha mindenki tényleg segít három embernek, akkor nagyon sok emberhez el fog ez jutni. És erről szól a film igazániból. Az, hogy van benne ilyen rész, ilyen kicsit ilyen, hogy is fogalmazzak, tehát hogy ne adják föl, mert ha azok az emberek föladják az életüket, föladják a céljaikat, akkor mi is veszítünk ezáltal. Ádám, akkor mivel már tudom, hogy Ádám. Igen, és akkor csak több beszámol. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hogy eleget is tettél neki, és hogy egy ilyen, én úgy érzem, hogy egy ilyen tartalmas beszélgetésre került köztünk sor. Hogyha lesz még olyan témám, amiben úgy gondolom, hogy te releváns vagy, akkor esetleg... Soha ne keres, nem akarok róla tudni, töröl. De nyugodtan. Úgyhogy én köszönöm szépen a meghívást, a lehetőséget, és természetesen amennyiben olyan téma van, amiben tudok érdemben neked válaszolni, vagy segíteni, vagy bármi ilyesmi, akkor nagyon szívesen állok elébe. És akkor kicsit akasztok a hóhért, sci-fi vagy fantasy inkább? Hát most megfogtál vele, nehéz, nem tudok dönteni meg igazán mind a kettőt annyira, de hogyha nagyon-nagyon és sarkítva és mindenet jobban átgondolok, akkor a Star Trek miatt inkább a sci-fi. Igen. Biztos jó lehet véres páncélba rohangászni egy mezőn 5 kilós bárdal a kezedbe, de akkor már inkább egy holoferélzeten játszanék valami, mit tudom én, mondjuk az Alamo ütközetet eljátszanám a Dokival, mondjuk, és akkor ott lövöldöznénk, de inkább, ha kettő közül kell veszni, akkor nagyon-nagyon kis lunga, de a sci-fi győzne. Hajátok fantazirajongók. Úgyis meglincsenek, bármit mondok. Star Trek, mert látom előre.